Köszöntöm nézőinket, aktuális extra című műsorunkat letják február 10-én szombaton este. Ahogy már megszokhatták, mindig közéleti foglalkozású műsorokat gyártunk ilyenkor az extrában, és mindig közéletet érintő kérdésekről beszélgetünk. Ez most teljesen így van, az egész országra érvényes közéleti kérdések lesznek a mai reflektorfényben, és itt van velem két parlamenti képviselő, Dudás Robert, köszöntöm tisztelettel. Üdvözlöm. És Lőcsei Lajos, köszöntöm. Üdvözlök mindenkit. Mint ahogy említettem, három fontos közérdekű téma lesz, itt szó a közbiztonságról, Heves megye helyzetéről, és lesz majd szó a kórházakról is. Az első témánk az, hogy nálunk történt a legtöbb lopás és a gépkocsi feltörés is 2022. novembere és 2023. novembere között. Az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint Hevesben 100 000 lakosra 2736 bűncselekmény jutott. A közterületen elkövetett bűncselekmények miatt a fővárosban zárult le a legtöbb eljárás, viszont itt is felfértünk a dobogóra, Heves vármegyében ugyanis 613 ilyen eset történt. Nyilván országosan is hallhatóak ezek az információk, ezek a hírek, majd a második témánk a közbiztonság szintén kapcsolódik ehhez, de akkor maradjunk most ehhez, hogy dobogós helyen van Heves vármegye. Ez egy sajnálatos adat és sajnálatos helyzet, ugyanakkor viszont óvaintenék mindenkit attól, hogy most Heves megyét itt kiemeljük, és azt mondjuk, hogy a bűnözés által legfertőzöttebb megye, még akkor is, hogyha a számok esetleg ezt mutatják. Én sokkal inkább arra szeretnék rávetíteni, hogy én azt gondolom, hogy ez egy rendszerhiba. Magát a problémát valahol a gyökerénél kellene megfogni, és egyébként most egy tünetről beszélünk, ami egyébként óriási számot mutat, és egyébként nagyon szomorú számot. Mindenki biztonságérzetére ez negatívan hat. Országosan növekedtek, nyilván vannak Zalaj megyei, Vas megyei olyan járások, ahol egyébként nagyon-nagyon minimális, és ugye Észak-Magyarország, Észak-Kelet-Magyarország, ahol viszont a legtöbb. Na most viszont, ha megnézzük, hogy esetleg ez miért is van, ez én azt gondolom nem lakosság összetétel szempontjából vizsgálandó, sokkal inkább akár a életminőség, a keresetek, és egyébként mindazok a körülmények, ahol amik között az emberek kénytelenek élni az életüket, és mondhatják nekem, és mondják is, hogy a KSH adatok szerint mennyire nőttek a évről évre 14-15-16%-kal a keresetek, akár a reál keresetek is, hát a statisztikai adatok ezeket elbírják. A valóság viszont más mutat. Mert biztos vagyok benne, hogy ugye a lopások, rablások és a garázdaság, ez a három mutató talán, amiben leginkább kiugró, mint Heves megye, mind egyébként országos szinten. Tehát ezek olyan jellegű bűncselekmények száma nőtt meg, amivel akár a saját életüket akarják megkönnyíteni, vagy félreértés ne esik, még véletlenül sem akarom az elkövetőket védeni, de lehet, hogy egyébként azért is nőhetett meg, mert akár rákényszerülnek bizonyos, most mondok egy példát, akár a fának a lopására, azért, hogy ne fagyjon meg az adott személy, vagy az adott család, elmennek fát lopni. Egyébként ez beletartozik azon tényállásba, hogy garázdaságot vagy lopást követett el, és akkor ezzel növeli a statisztikát. Nyilvánvaló, nem szabad ilyet csinálni, ugyanakkor a körülményeken kellene javítani, hogy ezek ne legyenek meg. És most beszélünk itt még az elkövetőkről, de azért nagyon fontos, hogy a bűnöldöző szervek részéről is, vagy őrőlük is említést tegyünk. Én nagyon könnyű egyébként a bűnöldöző szerveket kritizálni és bántani. És bizonyára számos helyen, területen lehetne javítani, sőt kell is javítani az ő hatékonyságuk tekintetében. De egyébként náluk is én azt gondolom, hogy maga a rendszer a rossz. Tehát amikor tönkretették az életpálya modelljüket, és én ezzel nem azt akarom mondani, hogy 35 évesen valaki menjen el nyugdíjba, de az, hogy egyébként egy kiszámítható jövőt lásson, az nagyon fontos. Alacsonyan vannak tartva egyébként a fizetések, nem megfelelőek a munkakörülmények, sőt, beszéltem olyan rendőri vezetővel, aki nekem azt mondta, tavaly előtt volt már ez, hogy sok esetben egy rendőrnek régebben volt hobbija is másodállása,
most meg sok esetben a rendőrség a másodállása. Elmegy festőként, kőművesként, burkolóként, bármiként dolgozni, és úgy esik be egyébként szolgálatba. Fáradtan, fásultan, értetően, viszont a család fenntartáshoz szükséges ezeket a munkákat elvégezi. Tehát rendszer szinten kellene ezeket kezelni, és nem pedig úgy, hogy azt mondjuk, hogy most Heves megyében rengeteg bűnelkövetési mutatók nagyon magasak, ezért mondjuk a rendőrség a felelős. Nem gondolnám, természetesen van ott is javítani való, de egyébként nagyon jól működnek településrendészetek, városrendészetek, komplexen kell ezt kezelni, megbecsülni azokat, akik ebben a körben dolgoznak, és akkor változni fognak a mutatók, természetesen akkor, hogyha egyébként az emberek is megkapják azt, ami jár nekik. Köszönöm a vélemény. Képviselő úr hallhatta azt, hogy itt most főképpen a befolyásoló tényezők kerültek. Egyetértek képviselő úrral, hogy rendszer szintű változás kell, az egy dolgot ne felejtsünk el, mit élünk, mi Heves megyei képviselők vagyunk, és elsősorban a Heves megyeikért kell, hogy kiálljunk minden körülmények között, és valóban nagyon lesújtó és lehangolók ezek a számok, és amíg számokról beszélgetünk, addig mi ezt helyi lakosokként a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy szinte minden napra jut valami, minden napra jut egy lopás, betörés, csalás, autóbetörés, autóeltulajdonítás, de én azt gondolom, hogy pont ezek a számok ráerősítenek arra, hogy érdemes volt egy figyelemfelhívó kampányt indítanunk tavaly novemberben, mert nekem meggyőződésem, hogy ez a statisztika szervesen kötődik a designer drog és annak használatából eredő szövődmények. Így van, ugye herbál használat is, abból eredő közbiztonsági kérdések. És ezek a számok több mint valószínű, hogy a különböző szabálysértéseket még nem is tükrözik. Szóval érdemes volt felállnunk tavaly novemberben, és végre hangot adni az elégedetlenségünknek. Tavaly november óta több Heves megyei településen tartottunk figyelemfelkeltő demonstrációt, és megfogalmazódott több követelés is. Én azt gondolom, hogy rendőr kell egy olyan településre, ami herbállal fertőzött. Sőt, ahogy megalkotta a mi rendőrminiszterünk a kibernyomozói hálózatot, úgy jogszerű lenne herbál ellenes akciócsoportokat létrehozni, sőt, jogszabálymódosítást követelünk. Szóval ezek a számok jól tükrözik azt, hogy volt értelme, és kellett nekünk Heves megyén belül hangot adni az elégedetlenségünknek. Élhetőbbé kell tenni a településeinket. És ahogy képviselő úr is mondta, igen, rendszer szintű változás kell. Sokkal jobban megbecsült rendőri állomány kell, mind erkölcsileg, mind egzisztenciálisan, mind pedig anyagi megbecsülést kell a rendfenntartó szerveknek. Most ugye említette, hogy novemberben kezdődött ez a figyelemfelhívó lakossági fórum, tájékoztatás is egyebek, eltelt egy negyed év. Mi a visszhang, vagy éppenséggel milyen eredményeket lehet már mondani? Én úgy gondolom és azt látom, hogy végre mernek az emberek kijönni az utcára, és hangot adnak az elégedetlenségünknek. Ugyanakkor azt is látom, hogy a Heves megyei önkormányzaton belül is megértették azt, hogy ezzel nekik dolguk van, ugyanis épp a napokban fogadtak el egy olyan nyilatkozatot, amiben határozati javaslatot, amiben felhívják a rendfenntartó szerveknek a figyelmét, hogy statisztikák tükrében tegyenek érdemi lépéseket, tegyenek e tekintetben. És remélem, hogy ezt a határozati javaslatot megfogja a helyi képviselők is fogadni, és végre ők is mernek hangot adni, hogy igen, Heves megye egy bűnös városrész, és nekünk ezzel dolgunk van. És akkor még képviselők is kívánni egészíteni? Igen, annyit hagyd tegyek hozzá, én ennek örülök egyébként ennek a határozatnak, hogyha ez így van, hogy fölhívták a bűnöldöző szerveknek a figyelmét. De a jogalkotó figyelmét kéne felhívni arra, hogy olyan jogszabályok szülessenek, és azokat ne... Ha vannak is jó jogszabályok, most egyébként ezen a területen bőven van mit változtatni, van min változtatni, azokat be is kell tartani, meg be is kell tartatni. És hagyj világítsak rá, hogy néz ki ma Magyarországon az országgyűlésen keresztül a droggal kapcsolatos jogalkotás. Tehát évről évre az országgyűlés elé kerül, hogy egyébként mely termékek kerültek be a, most egyszerűen fogalmazva, a tiltólistába. Onnantól kezdve egy évig van-e megint egy megfelelő lista, az alapján tudják a rendőri szervek, ügyészség, bíróság majd egyébként ezt elbírálni.
De a drogkészítők, a dílerek, mind aki egyébként ezt az egészet működteti, azok egy lépéssel előrébb vannak, és minimum egy év forjuk van, hogy egyébként azon a tiltólistán nincsen rajta, tehát akkor ő ez nem is tudják érte büntetni. Itt van az, hogy egyébként nem a tiltólista alapján, az egy fontos dolog, nem tiltólista alapján kellene, hanem akár hatás alapján, hogy milyen hatás gyakorol az emberre. Mert ha olyan hatás gyakorol egy szer, ami egyébként olyan tudatmódosító, hogy egyébként önmagában és környezetében kárt okoz, akkor teljesen mindegy, hogy rajta van a listán, avagy nincs, az büntetendő mind a fogyasztó részéről, de leginkább egyébként, legfőképp az, aki egyébként ilyen szerekkel fertőzi a környezetet. Egyetértek fel teljes mintében képviselő úr, és ráadásul pont ezért született meg az a javaslatunk, hogy jogszabálymódosítás kell, hogy kiköveteljünk a kormánytól, hogy ne csak az összetétel alapján legyen büntethető, hanem végre az emberre gyakorolt hatás alapján is. És akkor itt a közbiztonság témakörével haladhatunk is tovább, mert hogy kapcsolódik hozzá szorosan, és itt azért a nézőknek elkívánom mondani, hogy természetesen a térség országgyűlési képviselőjét, Horváth László képviselő urat is keressük folyamatosan a tekintetben, hogy meghívjuk a műsorunkba, és megkérdezzük az ő álláspontját is, úgyhogy ez idáig még nem kaptunk választ a meghívásunkra, bízunk benne, hogy elfogadja. De ahogy mondtam, maradunk a közbiztonság témakörénél, ugyanis egy dolog, hogyha elkapják a bűnözőket, az pedig már egy másik dolog, hogy van-e visszatartó ereje a büntetéseknek, vagy például, hogy van-e elegendő férőhely egyáltalán a börtönökben, vagy a térség polgármesterei a Hevesvár megyei közgyűlésen is többször felszólaltak már, hogy az elkövetők nagyon gyorsan ismét az utcákon vannak, tehát hip-hop szabadon vannak. De ne menjünk messzire, itt volt a tegnapi esemény, vagyis a heti esemény, amikor a Héven ugye megtámadtak egy ifjú hölgyet, az édesapja védelmére kelt, és a támadók megúszták a történetet, az édesapát viszont emiatt elővették, hogy védelmébe vette a lányát. Tehát, hogy ezek a fajta odafigyelések a közbiztonságban, mit tehet meg egy állampolgár, mit nem tehet meg egy állampolgár, hogy fordulhat, egyáltalán mit csinálhat egy ilyen óvatlan pillanatban, a másik pedig az, hogy a börtönöknek a férőhelyei bizony be vannak telve, és könnyen az utcára teszik a bűnözőket, és újabb teret adnak annak, hogy... Ez egy nagyon szomorú történet, ezt valóban én is olvastam a napokban, de én mégis azt mondom, hogy minden esetben a hatóságokhoz forduljunk, és ne kezdjünk el önbíráskodásba. Nagyon sok rendőri szervezettel, szervekkel beszélgettem is az elmúlt időszakban, akár már csak a drog és a droggal szövődményes kapcsolatok miatt is, és azt látjuk, hogy nem a büntető törvénykönyvvel van a probléma. Szigorú a magyar büntető törvénykönyv, csak addig, amíg a bűnöshöz eljut egy adott ügy kapcsán, ez a hosszú folyamat. És a mai napig is dolgozunk mi is egy hosszú távú stratégián, akár a dizájnerdrogokkal kapcsolatban, hogy ezt az utat hogyan lehessen valamilyen szinten megrövidíteni. Ugyanakkor említette szerkesztő úr a börtönöknek a férőhelyét. Tehát annak idején a magyar kormány harangoztatta be, hogy itt új börtönök fognak épülni, és ne is menjünk ki a megyéből, Hevesre volt számva egy ilyen börtön. El is indult, az önkormányzat több millió forintot fektetett be közművesítésre, el is indult már a képzés, hogy az emberek ott fognak dolgozni a büntető a börtönben, de valamiért mégis elállt a magyar kormány az új börtönök építésétől, inkább a meglévőket valamilyen szinten egy koncesszió folyamán Mészáros Lőrinc által a meglévőket bővítette, úgy, hogy ráadásul ezeket a szerződéseket titkosította nem is tudom hány évre. Szóval de hogyha ez... most képviselő úr azt mondja, hogy a börtönöknek a férőhelye megvan, a büntető törvénykönyv pedig szigorú, akkor hogy fordulhat az elő, hogy ilyen gyorsan hip-hop megint az utcán vannak a bűnözők? Igen, ez egy nagyon súlyos megállapítás. Én azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy jogszerűen vannak ezek kiengedve, ezek a bűnözők. Én azt látom, és azt tapasztalom, hogy akár egy drogterjesztő 2-8 évig terjedő büntetést is kaphat. És ha valóban tetten érik, és a bíróság elítéli, akkor ezt a büntetését meg is
kapja, le is kell neki tölteni. Szóval van neki valamilyen szinten elrettentő ereje a magyar büntető törvénykönyvnek, ugyanakkor mindig van egy olyan megállapítás, szintén rendőrökkel beszélgetve, hogy sokszor valamilyen szinten jogézakok vannak, ami által akár a bűnöst védi a büntető törvénykönyv, nem pedig a rendőr. És ez esetben ezeket a jogézakokat valamilyen szinten be kell, hogy fogjuk, és ezért kell még mindig konzultálni. Milyen egyébként a konszenzusra jutás a rendőrséggel, hogyha gyakori a párbeszéd, mi a konszenzus vagy a kompromisszum? Mit lát ön képviselőként? Hát én azt látom, hogy számos problémával kell megküzdeni magának a rendőri állománynak is. Látjuk azt, hogy nem megbecsült, nem jól megfizetett, és látjuk azt, hogy valamilyen szinten sokszor hosszú utat kell bejárni a tekintetben, hogy egy bűnöst elkapjanak. És hogy mi a konszenzus? Ezt nem rendszok válaszolni. Képviselő úr, ehhez is, meg a kérdéshez is akkor csatlakozzon a véleményre. Talán kezdeném azzal, hogy ugye sajnálatos eset történt a héten, ugye a Héven, Kerepesen, és arról nyithatunk vitát egyébként, hogy egyrészt jogszerűen járt el az édesapa, ezt kellett tenni, ilyen mértékben kell ezt ilyen formán kell megtorolni egyébként a támadókon, erről lehet vitázni, és még véletlenül sem, és nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az önbíráskodás az nyilvánvalóan elítélendő, de édesapaként, mint oly sokan, mint Gyöngyösön környékén és az országban, tegyük a szívünkre a kezünket, hogyha gyermekünket támadás érné, és nem mentene fel engem sem és egyikünket sem, hogyha egyébként annak a támadónak nem a barokkos körmondatokban fogalmaznám meg a véleményemet, hogy hányan, milyen formán nyilvánulnánk meg, mit tennénk, tehát azt mondanánk, hogy jaj, kérlek, ne csináld, mert biztos, hogy egyébként nem csak válogatott szidalmak között, most ezt tudnám még forszírozni, még cifrázni. Én azt gondolom, nem akarom felmenteni az önbíráskodást elkövetőt, főleg, hogy olyan eszközöket is használt esetleg, de egyébként az édesapa részéről a gyermeke védelme az értető, és egyébként mindannyian védenénk a gyerekeinket. Ami a börtönök zsúfoltságát illeti, megmondom őszintén, hogy számomra ez nagyon-nagyon-nagyon sokadlagos kérdés, kellene, hogy legyen az országban. Mert ha csak ezzel kellene foglalkozunk, az azt jelenti, hogy az országban mindenhol minden rendben van. Mind az emberek részéről, a bűnüldözés részéről, a bűnelkövetők számának a nem növekedne, hanem csökkenne. Itt most ugye arról beszélünk, hogy ott túlzsúfoltak. Én értem, hogy vannak bizonyos jogok, amik megilletik a bűnelkövetőket is. Értem, csak feltétlenül elfogadni 100%-ban én ezt nem tudom, és nem is fogom tudni, mert joga annak legyen, aki teljesítette a kötelezettségét. Joga annak legyen, aki a bűnt üldözi, ne a bűnözőnek. Joga annak legyen, akit egyébként megtámadtak, ne annak, aki megtámadta. És akkor az áldozatokról beszélhetünk arról egyébként, hogy vissza kéne adni a kellő megfelelő jogosultságokat és jogosítványokat a rendőröknek, hogy egyébként tényleg úgy tudjanak eljárni, hogy annak visszatartó ereje legyen, megfelelő büntetést kapni, ha megkaptad a büntetést, azt töltsd is le. És nem szeretném, hogyha elmennék abba az irányba, mint a hírek is időről időre szólnak róla, hogy még Norvégiában a tömeggyilkos, egyrészt bizonyos ideig ülhet csak börtönben, és azon lamentál nagy magányában, hogy neki új játékok kellenének ott a PlayStation-en, meg egyébként kevés csatornát fog a tévé. Hát barátom, ha én rajta múlna, akkor nem fogna egy csatornát se, már csak azért sem, mert tévé se lenne. Tehát ezeknek az embereknek, és most lehet, hogy szélsőséges esetet mondtam, az is ajándék kell, hogy legyen, hogy besüt a nap. Én nem őket védeném még véletlenül sem, sokkal inkább az áldozatokat, segítve a bűnüldöző szerveket, hogy minél kevesebb elkövető legyen, és minél kevesebb áldozat. Egyetértek teljes mértékben, képviselő úrral, viszont pont vannak azok a jogi hézakok, amik erre nem adnak konkrét válaszokat, hogy miért van ilyen eset, mint például ennél a mávos történetén is, hogy az édesapukát
zárták be, a bűnös pedig szabad lábon van. Szóval vannak jogi hézakok, amik nekünk kötelességünk lesz majd betömni, de természetesen utána kell járnunk, hogy hol vannak ezek a jogi hézakok, és milyen törvénymódosító javaslatokat kell beadnunk. Hogy igen, és egy gondolattal hagyj egészítsen még ki, tehát a börtönzsúfoltság nem lehet magyarázat arra, hogy egyébként egy közel 2000 embercsempész börtönzsúfoltságra való hivatkozással igen. elengedjünk, majd utána arról szólnak a kormányzati hírek, hogy mennyi embercsempész dolgozik a határon és a határon túl. Hát ti engedtétek el? Nem lehet hivatkozási alap, hogy egyébként az is a héten történt, egyébként tavaly, de a héten robbant ki, hogy a köztársaság elnök egy pedofiliában való közreműködésére elítélt személynek adott kegyelmet börtönzsúfoltság miatt. Hát akkor... Kit fognak kiengedni legközelebb? Értem én, hogy bővítsük a börtönféri férőhelyeket, még támogatom is, de azért ne nosztalgiával tekintsenek már a börtönévekre, hanem ott azért legyen, annak legyen visszatartó ereje. Igen, és pont ez a vörös vonal az, amit szerintem átlépett a Magyarországgyűlés, és én nagyon bízom abban, hogy a Novák Katalin által meghozott döntést valamilyen szinten a helyi képviselők is fogják véleményezni, és végre megszólalnak, mert egyről azt látjuk, hogy csend van, és próbálják elsúnyogni ezt az ügyet, pedig egy ugye Bicske gyermekotthon igazgató pedofiliával elítélt, és ráadásul ott az igazgató helyettes volt az, aki védte az iskola igazgatót, szóval én nagyon bízom abban, hogy Horváth László, Szabó Zsolt, dr. Pajtó Gábor nyilatkozik és elmondja a véleményét, hogy ők hogy gondolják, és mit gondolnak erről az esetről. Köszönöm a véleményeiket, és hát haladhatunk a egészségügy házatájára, a kórházaknak a akadozása, az ellátás akadozása és egyáltalán a működési területe, ugyanis akadozik a kórházi ellátás, van, ahol csak 2 órára vagy 6 órára áll meg az élet az informatikai leállás miatt, de van, ahol nincs elég orvos. Erről számolt be a közösségi oldalán dr. Kunet Zsombor, egészségügyi elemző. Van olyan egészségügyi intézmény is, ahol szülni sem lehet, miközben mindenki fizeti a TB-t. A hosszú várólisták miatt inkább pedig a magánegészségügy felé fordulnak. Ráadásul a kórházak adósságai is folyamatosan rekordot döntenek. Erről is beszélgessünk, akkor képviselő urak. Parancsoljon az álláspontját. Szerintem lépjünk vissza körülbelül 2-3 lépés, az nem egy új keletű dolog, és ez nem egyik pillanatról, nem egy így kívülről a másikra amortizálódik le így az egészségügyünk. És én szeretnék egy példával élni, hogy akkor, amikor a magyar kormány költségvetést alkot, akkor irányokat is megfogalmaz, hogy számára mi a fontos, és hogyan képviseli a magyar embereket. És azt látjuk, hogy évről évre GDP arányosan folyamatosan kevesebbet költünk egészségügyre. Amíg 2021-ben nálunk ez kb. 6-7%-on volt, addig Ausztriában ez több mint 10% volt. És igen, valóban látjuk ennek a hiányosságát, rákfenéjét, ha úgy kell fogalmazzak, mert látjuk azt például, hogy Egerben a Markot Ferenc kórházban szemészeti ügyeleti ellátás szűnt meg, és a betegeknek Debrecenbe kell utazniuk több 10 kilométereket, hogy egyáltalán ellátáshoz jussanak. Magyar Orvosi Kamara nyilatkozott a napokban, hogy milyen hiányosságokkal kell nekik megküzdeniük, mind szakemberhiány, megbecsültség, környezet, munkakörnyezet. Szóval én nagyon pesszimistán látom a magyar egészségügy sorsát, persze ez nem egyik napról a másikra fog összeomolni, hanem folyamatos kiesések, ellátás kiesések fogják jellemezni a magyar egészségügyet, és addig, amíg a magyar kormány nem veszi komolyan, hogy sokkal több költséget kell a magyar kórházak felé integrálniuk, addig nem lesz változás. Itt most ugye az informatikai rendszer leállásáról is szó van, mert gyógyszereket sem tudtak többek igen. között felírni, tehát azért itt még házi orvosi rendelőkben is elakadt az ellátás napokig. Kettős finanszírozás van ma Magyarországon az egészségügyben, de nem a kormány részéről, hanem a lakosság részéről. Az az alapvető és egyik legfontosabb kérdés, és teljesen jogos kérdés az emberek részéről, hogy minek fizetjük a TB-t. Fizetjük a TB-t, hogy az állami egészségügyben ellátást kapjanak az emberek. Nem tudnak,
nem tudnak ellátást kapni, mert olyan hosszúak a várólisták, vagy egyébként különböző osztályok zárnak be, és egyre több ilyen osztály zár be. És elmennek a magánegészségügy irányába, aki el tud menni a magánegészségügynek az irányába. De itt is tegyük szívünkre a kezünket. Ha az ember beteg saját maga, akkor hát az utolsót is odaadná azért, hogy meggyógyuljon. És mi van akkor, hogyha a gyermekével van valami probléma? Hát akkor meg aztán végképp az utolsót is, és hogyha nem kapok az állami egészségügybe, akkor megyek a magánegészségügybe. Ezért mondom, kettős finanszírozáson. Fizetjük, hogy legyen állami ellátás, nincs, de legalábbis megfelelő időben biztosan nincs, és akkor megyünk a magánegészségügy irányába. A jelenlegi állami egészségügy, ha a benne dolgozók nem lennének olyan elhivatottak, és értem ez alatt az orvosokat, ápolókat, és minden szakszemélyzetet, és mindenki, aki fenntartja az egészségügyet, ez már rég összeomlott volna. Csak olyan irányba megyünk, és a helyzet nagyon rossz. És olyan irányba megyünk, hogy ez még rosszabb lesz. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 2030-ra van időpont térdprotézis műtétre, tehát ha valakinek esetleg már némi kis sajgás van a térdébe, lehet, hogy már most be kell jelentkezni, mert mire oda jut, addigra tényleg komoly probléma lesz. De most nem akarom én ezt elviccelni, mert ez egyébként egy 6 évet kell várni, 5-6 évet egy térdprotézis műtétre. Tehát nonsense. Mondok másik példát. Tehát amikor vannak olyan dunántúli kórház, ahol mondjuk azt mondják, hogy hétfőtől péntekig 8-tól 4-ig van szülészet, addig lehet szülni, hétvégén nincs. Például a Balassa Gyarmatinál is van korlátozva ez, de ez a példa az egy dunántúli kórházból származik. Hát sok mindennek nem vagyok a szakértője, a szülészetnek nyilvánvalóan nem, de van 3 gyermekem. És mindhárom gyermekem születésénél bent voltam. Tehát ezzel nem lettem szakértő, de mégis valamilyen szinten picit részesévé tudtam ennek válni. Mit mondjon a szülő, az anya, vagy az apa, ha ott van, vagy az orvos 3-4-kor mondja a gyermeknek, hogy na most vagy sietsz, vagy akkor holnap reggelig várjál. Vagy majd péntek délután, akkor már hétfő reggel 8-ig várjál a születése. Ez nem így működik. Tehát ez egy életellenes működés, ami most kialakul. És azt mondja ugye a kormány, hogy ők rengeteget tettek egyébként ennek az egészségügynek a fenntartásé. Hasonlóképpen, mint az önkormányzatok adósságrendezését elvégezték 2011-12-ben, és ők megmentették az önkormányzatokat. Azóta nagyobb az adósságuk. Megmentették az egész, rengeteget a 2010 előtti időszak adósságát ők átvállalták. Azóta rekordokat, 90 milliárd forint fölött volt tavaly évvégén a kórházak adóssága. És ha működő képességük van veszélyben, már pedig az van veszélyben, annak nem a kórházak fogják látni egyébként a kárát, hanem azok az emberek, akik ott várnak, teljesen jogosan, mert ezért fizetik a TB-t, ott várnak gyógyulást. Igen, egyetértek veled, képviselő úr, és én azt látom én is, hogy ilyen kényszer szült intézkedések jellemzik a magyar kormány. Ugye tavaly ősszel volt a parlament előtt, és én azzal éltem, hogy egy erdőtüzet akarnak egy poroltóval eloltani. Úgy rendezték át akár az ügyeleti rendszert is, úgy rendezték át az egészségügyet, hogy többlet forrás nem biztosítottak magához a rendszerhez. És ez elárul mindent a magyar kormányról, hogy mennyire fontos a magyar ember egészsége a magyar kormánynak. Várólisták országa lettünk, és most már valóban kijelenthető az, hogy fizetnünk kell, hogy gyógyulni tudhassunk. Én köszönöm az álláspontjaikat a képviselő uraknak. Ez volt tehát az a 3 téma, amit ma tudtunk érinteni. Jövő hónapban is várjuk majd önöket. Köszönjük szépen. Tisztelettel, és hát köszönöm, hogy itt voltak. Kedves nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm. Ez volt tehát az aktuális extra ezen a hétvégén, legközelebb egy hét múlva, ugyanígy ebben az időpontban este 5 órakor. Várjuk majd önöket a képernyők elé. Addig is kívánok önöknek minden jót, és a hátra lévő hétvégére pedig jó hétvégét. Viszontlátásra!